Életének 84. évében elhunyt Iván Bródi kárpátaljai szobrász festőművész, adta hírül a Munkácsi Városi Tanács. A művész 1939. június 2-án született Ilonokúj faluban, a nagyszőlősi járásban. Középiskolai tanulmányait Nagykomjáton végezte 1955-ben, majd az Ungvári Iparművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1961-ben. Elsősorban szobrászként szerzett hírnevet, Ismerte művei a szín és vér, valamint a munkács központjában lévő Cirilés Metód emlékmű, továbbá a boldog kéményseprő és a macskája, amelyet 2010-ben avattak fel Tóth Bertalannak munkács legendás kéményseprőjének tiszteletére. Az utóbbi években a művész a festészetben is sikereket ért el. Kárpátalján, ukrán nagyvárosokban, de Magyarországon is láthatók munkái. A művész elmondása szerint három célt tűzött ki maga elé a festőművészet terén. Kárpátaljai festőművész akart lenni, mindeközben jó szakember és végül színes alkotó, hisz ez annyira jellemzi a kárpátaljai képzőművészeket.